voltam. Jól van, ügyes kislány. Egy erdélyi magyar család életében enged bepillantást Dragomán György Kalucsni című drámája. Recseg ropog a kommunista rezsim, és az ő életük is válságba kerül. Nincs más út, csak a menekülés, amihez azonban Gyurinak, Mártának, lányuknak, Anna Marinak és a nagymamának is áldozatot kell hoznia. Az apa kettős életet él, szeretője van, és úgy tűnik megtalálta a túlélés zálogát jelentő kiskapukat. El akarnak menni, de Gyuri nem ennyire határozott ez ügyben. Ő neki az a boldogság, amit nem tud megadni, és nem tud megkapni a családjában, azt viszont folyamatosan keresi máshol, a más ágyában, és valószínűleg ez a szellemi közeg is olyan, hogy nem olyan egyszerű ez az elválás innen. Kapcsolata lányával nagyon szeretetteljes, de azt nem akarja tudomásul venni, hogy Anna Mari már nem gyerek. Rosszul dönt sokszor, hogy hogyan kell vele kommunikálni. Erre nagyon pici jelenet van rögtön az elején, amiben nem tudom, remélem, hogy meg tudjuk mutatni azt a faramúci viszonyt, ami ez a végtelen szeretetteljes, ám de elcsúszott viszony jelen pillanatban közöttük. Mint egy ilyen kis ékszert, vagy nem tudom, mint egy ilyen kis érinthetetlen csodát úgy gyermekként tekint a lányára. Te nem izgat, mert elmegyünk innen végre! Nem! Én nem megyek sehova, ez nem igazság, hogy engem nem kérdeztetek meg! Anna Mari, ma a szobádban, ne szólj bele a felnőttek dolgába! De anya, ez az én dolgom is, ez az én életem is, ez nem igazság, én nem megyek sehova, én itt maradok, anya, itt maradok! Semmi baj, kislányom, később mindent nem magyarázom. Az gyönyörű lesz! Az anya sebésznőként dolgozik, lányával rideg a kapcsolata. Fontosabb számára a minőségi élet valahol máshol, mint a család lelki békéje. És akkor még velünk él a férnek az édesanyja, akit bármennyire nagyon sokszor így leugat a darab folyamán, azért egy szeretett kapcsolat van ott, tehát nem egy ilyen tipikus anyu, én gyűlölöm az anyusomat, de egy fedél alatt élünk, kapcsolatról van szó szerintem. Mindent hivatalosan intéznek, útlevélhez szeretnének jutni, de már a kérvény beadásakor megbélyegzik őket. Elindulnak a házkutatások, hogy valamit találjanak ellenük. Már amikor döntöttek, és ugye ők ezt hivatalosan szeretnék, nem a zöld határon át szökni, és vagy lelövik őket, vagy nem, akkor kezdik el őket kapargatni, és van egy központi figura is, a jelenlegi volt szeretője a férnek, aki ezt az egészet még jobban generálja, ami miatt még jobban rájuk szállnak. A Kalucsnit Göttinger Pál rendezésében láthatja a közönség. Mi az Istennek akarsz pakolni? Azért!